Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával a 10 legijesztőbb külsejű halat szedtük listába. So you see a big 6-7-8 foot gar hit the surface with these monstrous teeth. The first thing that comes to your mind is, well, I'm not getting in the water. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban a szóban forgó halak nem feltétlenül veszélyesek, agresszívek vagy halálosak, de mindenképpen félelmetesek és szörnyűségesek. Schools of juveniles have even been known to attack larger land animals, venturing into the shallows. Tizedik, Paku. A pirályák már önmagukban is eléggé ijesztőek, de várjatok, amíg meglátjátok az egyik rokonukat. A pakuhalak óriási pirályaszerű halak, de a legborzasztóbb bennük, hogy hasonló fogaik vannak, mint az embereknek. Piranhas have small triangular razor sharp teeth, whereas paku have teeth that resemble human molars because they're mostly herbivorous and our molars are what we use to mostly grind up plant matter. A nagy húsevő halak már eleve félelmet keltőek, de ha egy ilyen lény ábrázatához még emberi fogokat is adunk, attól még a legtapasztaltabb horgászok hátán is végigfut a hideg. Ha ezeket a nagy szögletes fogokat megspékeljük azzal a ténnyel, hogy akár több mint 1 méter hosszúra és 25 kg súlyúvá is megnőhetnek, akkor bátran mondhatjuk, hogy ez egy valódi folyami szörnyeteg. Szerencsére nem olyan agresszívek, mint pirálya rokonaik. This would be a very jagged, messy tear, and I think you'd certainly know about this when this bit you. 9. Sárkányhal. Megvan az a filmtörténeti pillanat, amikor az Alienben John Hurt testéből kirobban egy bébi űrlény, és csak úgy spriccel a vér mindenfelé? Nos, vérfagyasztó a tudat, hogy egy ugyanilyen kinézetű lény valóban él ezen a bolygón. Bár számos változata létezik, a mélytengeri sárkányhal messze a leghátborzongatóbb. Éles fogazatú állkapcsáról a biolumineszkáló barázdalóg, amellyel a gyanútlan áldozatait csalogatja magához. Lehet, hogy csak körülbelül 15 cm hosszúra nőnek meg, de ez a kis hal egy nagyon ádázragadozó. 8. Európai harcsa. There it is. That's the fish. Aki azt mondja, hogy a méret nem számít, az nyilvánvalóan még nem találkozott ezzel az édesvízi óriással. Az átlagos harcsa kicsit csúnyácska, de azért nem kell félni tőle. Az európai harcsa viszont akár 4 méter hosszúra is megnőhet, súlya pedig akár elérheti a 400 kg-ot is. This is a really rare sight. That fish is 7 foot long, it's about 140 pounds at least. Európa szerte megtalálható, és halakat, valamint minden olyan kis kétéltűt vagy emlőst megeszik, amely keresztezi az útját. Még olyan történetek is keringenek, amelyek szerint az európai harcsa embert eszik. Ez a hal olyan nagy, hogy Steve Feltham szörnyvadász úgy véli, hogy ez a faj valójában a Loch Nessi szörny. I'm saying that looking at all of the evidence, the best contender for an explanation currently is a thing called a whale's catfish. 7. Alligátorhal. But was an alligator gar really the culprit? Or, with its threatening prehistoric appearance, was it just an obvious scapegoat? Ez az állat a nevét megnyúlt, nagyhegyes, fogakkal zsúfolt állkapcsáról kapta, amely emlékeztet az aligátoréra, bár ez a lény inkább egy dinoszauruszra hasonlít. És ez nem is elmeszte az igazságtól. Az aligátor halat gyakran nevezik élő kövületnek, mivel ősei számos tulajdonságát megtartotta. E halak fosszíliái egészen a korai kréta időszakig több mint 100 millió évvel ezelőttre nyúlnak vissza. So any other fish you're used to fighting, you know, you whoop it, now you got it tired. These fish don't get tired, they just take a rest. Az akár 3 méter hosszú és több mint 130 kilós hal egy igazi őskori ragadozó. It's very tempting just to keep it out and admire it. 6. Tigris hal. These are tiger fish, Africa's answer to the piranha. Miért van az, hogy az emberek szeretnek halakat más szárazföldi állatokról elnevezni? A tigrishalnak olyan határozottan gonosz a megjelenése, hogy nincsen szüksége egy másik állattársa segítségére ahhoz, hogy nevet szerezzen magának. That will just take lumps out of other fish, it will take lumps out of crocodiles even, and there are stories well documented of that taking lumps out of people. Karcsú, izmos és aránytalanul nagy fogai vannak. Afrika szerte megtalálható, de a legnagyobb és leghalálosabb faj a Góliát tigrishal, amelynek a Kongó folyó az otthona. Míg más húsevő halakról ismert, hogy megeszik a vízen pihenő gyanútlan madarakat, a tigrishal arról híres, hogy kiugrik a vízből és repülés közben elkapja őket. 5. Pelikán angolna. Abban mind egyetérthetünk, hogy a pelikánok igencsak viccesen néznek ki. Hop inside my mouth.
if you want to live. Ott van a megereszkedett csőrük és a csonka lábaik, na meg annyira mókás, amikor éppen felrepülnek. A mélytengeri pelikán angolna egyetlen közös tulajdonsága a pelikánnal a kitáguló alsó állkapcsa, de az összehasonlítás itt véget is ér. But this surely must be the strangest of all the deep sea fish yet discovered. A táguló állkapocs és a hozzáillő gyomor lehetővé teszi számukra, hogy akkora halakat és rákféléket egyenek meg, mint amekkorák ők maguk is. Which is very useful in a world where you never know when the next meal is coming along. Apró gyöngyöző szemeik úgy fejlődtek ki, hogy a leghalványabb mozdulatokat is észrevegyék a sötét óceán mélyén, miközben bioluminescens farkukat lengetve magukhoz csalogatják gyanútlan áldozataikat. Negyedik, ingolák. There's something about anything snake-like, it just produces that sort of instinctive squirmy reaction. Most arra már nem kellene meglepődnünk a klasszikus sci-fi filmek és a listán szereplő lények közötti átfedésen. Úgy tűnik, hogy óceánjaink ijesztőbbek, mint az űr legtávolabbi pontjai és a hollywoodi szörnykészítők képzelete. A sárlák a Star Warsból és a homokféreg a Dűnéből akár még lehetnének az ingolák unokatestvérei is. Hosszú, henger alakú, különböző méretű halak, kerek, tölcsér alakú szájjal, amely tel is tele van éles fogak sorozatával. Ezek az egyedi szájak arra szolgálnak, hogy mozgó célpontokat kapjanak el, és addig rágják a húst, amíg el nem érik a vért és a testnedveket, amelyekre vágynak. Harmadik, világító cápa. Gyerekként, amikor egy cápát rajzolunk, akkor egy nagy szájat képzelünk el hatalmas fehér fogakkal. Nos, egy rémálomszerű fordulat következtében ezek a rajzok életre keltek, és a világ meleg óceáni vizeiben úszkálnak. A világító cápa átlagosan 55 cm hosszúságú szivar alakú testtel rendelkezik, szívóajkai vannak, amelyek lehetővé teszik számára, hogy ráakaszkodjon nagyobb halakra vagy cetekre, és kiharapjon belőlük darabokat. Valamint ez a cápafaj képes a legerősebb fényt kibocsátani. Perfectly round. I guess that's why they call them cookie cutters. Második, horgászhal. Oh my gosh, an anglerfish. Mint sok más az óceánfenék közelében élő hal, ez is bioluminescenciával vonza magához a táplálékát. Sok más hallal ellentétben, amelyeknek a csalia az alsó állkapcs alatt lóg, a horgászhalnak egy húsos nyúlvány nő ki a homlokából. Ezt csalibotnak is nevezik, és úgy használja, mint egy horgászbotot, hogy a többi halat közvetlenül az éles fogakkal teli szájához irányítsa. In the darkness of deep water, they flash the light to attract prey and draw them near the angler's mouth. Ezek a fogak befelé állnak, így a zsákmány beúszhat, de a menekülés lehetetlenné válik. Ez a hatalmas száj lehetővé teszi számára, hogy kétszer akkora áldozatokat is lenyeljen, mint amekkora a saját mérete. This far down, meals are few and far between. So to make the most of every opportunity, this anglerfish has evolved a distending jaw and expandable stomach. Mielőtt felfednénk az első helyezettet, íme néhány vigasdíjas. Fehér cápa. Pirálya. Gauliodus. Mélytengeri bárthal. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, koboltcápa. Ó, a mélység, rémisztő szörnyetek bohóca, tisztelgünk előtted, mint a legijesztőbb kinézetű hal előtt, pedig elég komoly vetélytársaid vannak. Ready for some night terrors? This is how these things bite. Ennek a ritka mélytengeri cápának rózsaszín, húsos bőre van, és úgy néz ki, mint valami torz ember cápa hibrid. Hosszúkás ormánya olyan, mint egy hosszú torz emberi orr, ami a vékony, éles, körömszerű fogakkal teli szájjal párosulva igazán kísérteties látvány nyújt. Még ijesztőbbek azonban az állkapcsai, amelyek előre nyúlnak és kitágulnak, amikor támad. It happened suddenly when the shark turned to avoid the camera and ran into the diver's arm. Bár az emberre nem jelentenek veszélyt, mégis előfordul, hogy harapnak. Azért egy ilyen rusnya teremtés tényleg nincs még talán a mesében sem. Szerintetek is csúnyák és félelmetesek ezek a halacskák? Írjátok meg nekünk kommentben, hogy megnéznétek őket a Tropikáriumban, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!